Immár sorozatban 10. szombaton tüntettek ezrek a szerb főváros utcáin Alekszandar Vučić köztársasági elnök ellen. A tüntetők köztük diákok, egyetemi oktatók, a politikai paletta minden oldaláról érkeztek. Az a félelem köti össze őket, hogy Szerbia az államfő vezetésével egy autokratikus rendszer irányába halad, az országot pedig gúzsba köti a politikai erőszak és a félelem. Reméljük, hogy a szerb progresszív párt képviselte egyre erősödő erőszakon alapuló kormányzás megváltozik, mondta egy szervező. A tüntetések immár több mint 2 hónapja tartanak, de még mindig ezrek jelennek meg rajtuk. Az elemző szerint a megmozdulások megrázták a kormányt. A demonstrációk kezdete óta a kormány nagyon ideges. A rezsim lassan megérti, hogy nem tehet meg mindent. És ez a világos üzenet a tüntetések legfontosabb eredménye, tette hozzá Jovo Bakić. A kezdetekkor a tüntetések Belgrádra korlátozódtak, ám januárban már 30 városban tartottak hasonló megmozdulásokat, míg 20 település jelezte, februárban is folytatják. Közben Alekszandar Vučić elhintette, hogy akár előrehozott választásokat is tartana a helyzet normalizálása érdekében. Ám az ellenzék inkább szakértői ideiglenes kormányt szeretne, így biztosítva egy szabad és tisztességes választás körülményeit. Az államfő azt mondta, kész találkozni a kormányzásával elégedetlen polgárokkal. Ugyanakkor azt is mondta, nem enged az ellenzék zsarolásának. Politikai patthelyzet alakult tehát ki, miközben a tüntetések országszerte folytatódnak, mondta az Euronews tudósítója.